Nyárban laktak a Széchenyisek. 120 diák írta a feladatlapot a Széchenyiben. A mediterrán növényekre összpontosított a kertészeti kiállítás. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a 60 Televízió híradóját látják, Barna Boglárka vagyok, jönnek a részletek. Május első péntekén végleg búcsút vettek az Alma Mátertől a közgés végzősök. A diákokat biztató szavakkal, segítő tudással és kitartó erkölcsi értékrenddel bocsájtotta útjára az iskola. Osztálytermeikben gyülekeztek a végzős diákok pénteken a Széchenyiben, utoljára gyűltek itt így együtt össze. A ballagás egy végső búcsú az iskolától, amikor is tarisznyát vesznek a vállukra és közösen végig sétálnak a teljes épületen. Elköszönnek az alsóbb éves diáktársaiktól, és elköszönnek a tantermektől, folyosóktól. Az utolsó sétára virágokkal díszítették ki az iskolát a tiszteletükre. A ballagási ünnepséget az udvaron tartották meg. Horváth Richárd polgármester arról beszélt a diákoknak, hogy legyenek bátrak, nyitottak és valósítsák meg álmaikat. Ugyanakkor ne feledkezzenek meg a támogatásról, amit családjuktól, tanáraiktól és barátaiktól kaptak. Annyira szeretnek benneteket, hogy bármit, a Földön bármit megtennének azért, hogy nektek jobb legyen, hogy ti többek legyetek, hogy boldoguljatok az életben. És boldogok legyetek. És itt vagytok ti, fiatalok, büszkék, vannak, akinek vannak tervei, készültök az életre, és végigjárjátok majd az utatokat. De mikor majd eljuttok oda, ahova szeretnétek, akkor soha ne felejtsétek el azt, hogy honnan indultatok. Ne felejtsétek el, hogy kik vagytok, és kik azok, akik segítettek benneteket ezen az úton. Fehér Józsefné igazgató arról beszélt a fiataloknak, hogy legyenek büszkék magukra, az elért eredményeikre, és mindig maradjanak emberségesek, bármerre is járnak a világban. Legyetek büszkék arra a tudásra, amit itt szereztetek, bővítsétek folyamatosan, és használjátok a magatok és a körülöttek lévők javára. Így tudtok kapcsolódni ahhoz a több mint 1000 éves örökséghez, amit Magyarországnak nevezünk. Mindannyian tudjuk, hogy a magyar szakember Európában bárhol meg tudja állni a helyét, mert elismerik szaktudását, kreativitását, de fontos, hogy a siker és pénz oltárán ne áldozzátok fel az emberségeteket. Ne kiszolgálói és kiszolgáltatottjai legyetek a sorsotoknak, hanem alakítói saját életeteknek, és távolabbra nézve a világnak. A ballagási ünnepségen a diáktársaik műsorral készültek a végzősök számára. Ma matematikával folytatódott az érettségi hete. Ebből a tantárgyból országosan középszinten 69 ezeren, emelt szinten több mint 6600 tanuló adott számot tudásáról. Két részből állt a tesztlap, idén egyebek mellett valószínűségszámításos, függvényes és sodrófa diagramos feladatokat kellett megoldaniuk a vizsgázóknak. Már 8 óra körül az iskola előtt várakoztak a tanulók a Széchenyi István Római Katolikus Technikum és Gimnáziumnál, folytatódott az érettségi hete. Ma matematika tudásukról adtak számot a vizsgázók. Voltak, akik még az utolsó perceket is kihasználták, hogy átnézzék az eddig tanultakat. Horváth Henrik a 4 év alatt minden órára készült, ennek ellenére vegyes érzésekkel vágott neki a mai napnak. Egész izgulok, annak ellenére, hogy a tanárok jól felkészítettek minket. Szerencsére én azt érzem, hogy meg tudom oldani jól ezeket a feladatokat, és nem fognak ki rajtam, de ennek ellenére vannak kételjeim. Rezes Diana a próbaérettségit 5-ösre írta, így most is a legjobbakban bízik. Úgy gondolom, hogy kellőképpen felkészültünk, és próbaérettségit is írtunk, illetve folyamatosan írtuk az előző évek érettségi feladatait. Úgyhogy hát arra számítok, hogy lesznek benne új feladatok, mint ahogy mondták.
de remélem, hogy erre kellőképpen felkészültünk, és most már reménykedem a legjobbakban. Mindeközben 8 óra 30 perckor az oktatási intézmény munkatársai felbontották a feladatlapokat tartalmazó dobozt, amit a szabályoknak megfelelően jegyzőkönyveztek is. A diákok az aulában várakoztak, ezt követően elfoglalták helyeiket a tantermekben, mindenki a kijelölt székre ült. Az energiapótláshoz cukor, víz és üdítő is található volt a padokon. Miután mindenki igazolta személyazonosságát és leadták telefonjaikat, okoseszközeiket és táskáikat egy elkülönített helyre, a felügyelő tanárok ismertették a vizsgamenetét. A fiatalok két tesztlapot kaptak, aminek a kitöltésére 180 perc állt rendelkezésükre középszinten. Segédeszközként használhattak négyjegyű függvénytáblázatot, számológépet, szögmérőt, vonalzót és körzőt. Az első rész feladatai közé tartoztak egyebek mellett a halmazok, számtani sorozatok, valamint a logaritmus, míg a második részben volt terület, térfogat és valószínűségszámítás, valamint sodrófa diagram. Voltak, akik már 12 óra előtt végeztek. Horváth Henrik végül megkönnyebbült, hogy túl van a matekon, 4-es, 5-ös érdemjegyre számít. Azt kaptam, amire számítottam, nehézségileg is, meg feladat típusok is. Leginkább a geometria is volt benne, számtani, mértani sorozat, logaritmus is található volt benne. Számomra leginkább a valószínűség számítás volt, ami problémát okozott, de szerintem amennyire tudtam, megoldottam. Csordás Dominik a vizsga második részében sokat forgatta a kezében a függvénytáblázatot. Az első rész egyébként a várhatóan könnyen sikerült. Voltak azért ott is érdekes feladatok, de aki gyakorolt és készült főleg ebben az évben, azoknak szerintem sikeresen ment az első rész. A második rész már nehezebb volt, hosszabb, bonyolultabb. Ott azért kicsit többet kell gondolkodni, több idő, többet kellett átnézni feladatokat jobban. Minden négyegyűt folyamatosan pörgetni kellett. Az is megoldható volt, de abban voltak nehézségek. Ebben a tanévben a közgében 120 diák írt a középszinten a matematika érettségit, de voltak, akik az emelt szintet választották. Általában ettől a tantártól tartanak leginkább a tanulók, mutatott rá Fehér Józsefné, az intézmény igazgatója, hozzátéve, hogy ma már könnyebben veszik az akadályokat. Úgy gondolom, hogy a tegnapi nap volt az eredeti próba, gyakorlatilag az idővel való beosztás, tudják, hogy mire kell számítaniuk, minden okos eszközt ki kell rakni egy padra, kabát sem lehet mögöttük, zakó a fiúknak, borítékokat meg kell írni. Én úgy gondolom, hogy azért ez már egy kicsit könnyebbség, de leginkább az idegen nyelv szokott az igazi felüdülés lenni számukra, mert a három nehéz részen, ugye a magyaron, a matekon és a történelmen már túl vannak, ugye az angol meg a német az már felüdülés. Szerdán az érettségi hete történelemmel folytatódik. Az országban középszinten csak nem 69 ezer, míg emelt szinten több mint 7 ezer diák ad majd számot tudásáról. Virágok, kézműves termékek és különleges mézek, két napra kertészetté alakult a Kossuth tér. Szombaton és vasárnap folyamatos programokkal és kiállítással készültek a szervezők a 8. alkalommal megrendezett kertészeti kiállítás és vásáron. Idén is egy hétvégére kertészetté változott a Kossuth tér. Egynyári virágok, balkonnövények, fűszer és gyógynövények, évelők, fák, cserjék és rózsák is széles választékban megtalálhatóak voltak a kertészeti kiállításon és vásáron. Az örök zöld és mediterrán kültéri növényekből sem volt hiány az eseményen, ugyanis ennél a standnál kefefa és tölcsérjázmin is kapható volt. Vasné Gömöri Henrietta standjánál mindenki választ kaphatott a növényekkel kapcsolatos felmerülő kérdéseire, sokakat érdekelt ugyanis, hogy miként kell ezeket a különleges növényeket megfelelően gondozni.
Visszatérő kérdés nálunk az, hogy a mediterrán növények ugye kiültethetők-e a kertben. Vannak belőle olyan fajták, amik, hogyha elértek egy bizonyos kort, akkor már ki tudjuk ültetni, mint például egy olajfa vagy a leander, de a legtöbb mediterrán növényt teleltetnünk kell egy 0-tól 5 fokig helyen. A locsolásukról nem szabad megfelejtkezni a teleltetés alatt, azért egy kis fénynek is örülnek. Nem fontos nekik a tápoldatozása, főleg a virágzóaknak. Annál több virágot tudnak nekünk hozni, hogyha kapnak megfelelő mennyiségű vizet és tápoldatot. A tél folyamán, amikor teleltetjük, akkor nincs rá szükség, hogy tápoldatosozzuk, inkább csak egy kis vízre van nekik szükségük, akkor pihenő állapotban vannak. Az eseményen kertészeti berendezéseket, kisgépeket és fűnyírókat is bemutattak, valamint ezeket is meg lehetett vásárolni. Mindezek mellett nem csak a növénykedvelőknek kedveztek, ugyanis a kertészeti kiállításon és vásáron kézműves termékeket, ékszereket, dekorációs tárgyakat és ízesített mézeket is árusítottak. A program részeként volt tombolasorsolás és aszfaltrajzversenyen is részt vehettek a gyerekek. A hagyományokhoz híven most is megtartották a kiskertépítő versenyt. Gulyás Katalin főkertész elmondta, hogy az idei megmérettetés különlegessége, hogy az óvodások mellett iskolások jelentkezését is várták, valamint a pályaművek elkészítésével kapcsolatban is új szabályokat alakítottak ki. Nem edényekben és az intézményben készítették el a kompozícióikat, hanem itt a helyszínen, természetesen pedagógusok irányításával. A zsűrizést azt pedagógusok, illetve kertész szakemberek végezték. Az ötletességet nézték, a természetes anyagoknak a használatát. A kiskertépítők versenyére 11 pályamű érkezett. Az óvodás korosztályban az első helyezést a Vörösmarty téri óvoda csapata kapta meg. Kisiskolás kategóriában pedig a 65-ös számú általános iskola diákjai érték el az első helyezést. Külön díjban a Lesznai Anna Módszertani Intézmény növendékei részesültek. A díjátadó után az ötös iskolások mutatták be Vidám tavaszi dallamok elnevezésű produkciójukat, majd a Liszt Ferenc nyugdíjas klub lépett fel, akik népdalokat adtak elő a közönségnek. Mert a legény olyan, mint a szamár, minden kis kapuba megállt csuhaj. Május 11 és 12 között 9 órától második alkalommal rendezik megváltozatos programkavalkáddal a Japán napokat a Grassalkovics Művelődési Házban. A kétnapos ünnepségen bemutatják egyebek mellett a japán kultúrát és hagyományos ételeiket. Mindezek mellett lesznek kiállítások, bemutatók is, az esemény ingyenes. Most szombaton 8 órától két helyszínen tartják a muskátli osztást a városban. U60-ban a Kossuth téren, U60-ban pedig a Közgé udvarán kaphatja meg minden 60-i a nekijáró 3 cserép muskátlit. Szerdán még sok felhő lesz felettünk, többfelé várható eső, zápor. A csúcshőmérséklet 16 és 25 fok között alakul. Csütörtökön az ország nagyobb részén már több órára kisüt a nap. Élénk, erős lesz az északi-északkeleti szél, a hajnal helyenként hűvös lesz, napközben pedig 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Pénteken sokfelé több órás napsütésre számíthatunk. Az élénk északi-északkeleti szélben 20-24 fokot mutathatnak napközben a hőmérők. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink. A Mesepercekben a Füles Mackó című mesét hallgathatják meg a gyermekek. Ezt követően a kommentárban Szász Péter, a 60-i TKD Spirit Club vezetője beszél elért eredményeikről. Majd a 60-ikumban az Azurro Pizza és étteremről tudhatnak meg többet. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60ihirlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk! Viszontlátásra!